Hello, én Olejnyi Attila vagyok, és ez itt a Software.hu YouTube csatornája, amit pedig a képernyőn láttok, az egy Adobe XD webinár. Legutóbb az animét kapcsán merült föl, hogy az általunk forgalmazott szoftverekkel kapcsolatban még további bevezetőket és mélymerüléseket fogunk majd csinálni. És amit most láttok, az, hogyha úgy tetszik, akkor ennek a sorozatnak a harmadik része, amiben viszonylagos alapossággal meg fogjuk ismerni a szoftver használatát, de az igazi mélységekbe azért a mai napon nem fogunk belemenni. Azt el kell, hogy mondjam, hogy azért tartottam fontosnak előre venni a sorban az Adobe XD-t, mert ez a szoftver ingyenes. Elég hozzá regisztrálni egy Adobe ID-t, és rögtön be fog kerülni a könyvtárunkba. Nem kell hozzá Adobe előfizetés, így ki lehet próbálni bátran, és ennek ellenére is azt tapasztalom, hogy sok kolléga ezt a remek prototyping eszközt mégis méltánytalanul figyelmen kívül hagyja, más megszokott eszközöket használ helyette, ami nem baj, de azért az esélyt hagyjuk meg az Adobe XD-nek is, ráadásul az XD elképesztő módon fejlődik, nagyon-nagyon gyorsan jönnek ki hozzá a frissítések. Azt lehet mondani, hogy minden második, harmadik hónapban kijön hozzá egy adag frissítés, olyan frissítések, amik tökéletesen kompatibilissá teszik az Adobe csomag más tagjaival, más elemeivel, és a kompetitorokkal szemben is megedzik ezt a szoftvert. Úgyhogy ha esetleg néhány évvel, néhány hónappal ezelőtt használtad utoljára az XD-t, és akkor nem tetszett, akkor érdemes rá ismét egy pillantást vetned majd. Ez az új bejelentkező képernyő már az Adobe egységesített standardjét követi. Bal oldalt láthatóak az extra funkciók, úgy mint a felhőmentés vagy a megosztott dokumentumoknak a megnyitása. Itt középen pedig a különböző felbontású eszközök vannak, amik közül, hogyha egyet kiválasztok, akkor rögtön meg is jelenik az artboard a képernyőmön, amivel majd később dolgozni fogok. A szoftver három különböző részre oszlik, a design, a prototype és a share részre, és ezek technikailag is elkülönülnek egymástól, ezek gyakorlatilag három különböző funkciót jelölnek. A design rész alatt magának a jövőbeli szoftverünknek a terveit tudjuk elkészíteni, a prototype részen a működését tudjuk modellezni, a share részen pedig a kollaboratív munkafolyamatok zajlanak, illetve ott lehet például megmutatni az ügyfeleknek is az elkészült vázlatokat. Ami elsőre feltűnhetett, hogy az XD-ből teljesen hiányzik a jól megszokott felső menüsor, hogyha menteni szeretnénk, akkor itt középen kell a file névre kattintani, és nagyon fontos megemlíteni azt, hogy a Photoshop mellett az XD a másik olyan szoftver, ami natív módon képes a felhőbe menteni a dokumentumainkat, ami azért jó, mert hogyha bárhol, bármikor szeretnénk a továbbiakban megnyitni az éppen aktuális XD projektünket, akkor azt megtehetjük, nem kell hozzá pendrive-ot hurcibálni, vagy levélen elküldözgetni magunknak a fájlokat. Natív módon menthető és natív módon nyitható minden XD projekt az aktuális számítógépre, ahol be vagyunk jelentkezve. Ez egy hatalmas helyzeti előny. Az XD felhasználói felülete egy rajztábla kezelőből, egy properties panelből és egy toolbarból áll, a toolbar pedig két részre bontható, fölül vannak az eszközeink, alul pedig a kiegészítő lehetőségeink. A rajztáblákra érdemes úgy tekinteni, hogy azok a tervezett szoftver felhasználói felületének az egyes képernyőit fogják majd demonstrálni, így aztán érdemes őket elnevezni a funkciójuk szerint. Abban az esetben, hogyha szeretném elnevezni, elég a rajztábla felső részén látható szövegre kattintani, és át tudom írni azt. Hogyha már több rajztábla van, akkor az egyes rajztáblák között sima kattintással lehet váltani, de lehet használni az egérgörgőt, mint zoom funkciót is arra, hogy a teljes rajzterületre rálátást nyerjünk, illetve arra is lehetőség van, hogy a már jól megszokott mancseszközt a space-szel előhívjuk, és az egyes rajztáblákat jobbra és balra mozgassuk, mint hogyha megragadnánk őket. Természetesen itt is bejönnek a segédbillentyűk, hogyha a shift billentyűt nyomjuk, akkor a görgő le és fölfele fogja mozgatni a rajztáblákat, hogyha pedig az alt billentyűt, akkor a görgő jobbra és balra fogja mozgatni a rajztáblákat. Természetesen arra is lehetőség adódik, hogy további rajztáblákat helyezünk el a munkaterületen, ez az artboard eszközt kell használnunk, és egy szimpla kattintással tudjuk elszaporítani a meglévő rajztábláinkat, amiket külön-külön a továbbiakban az első rajztáblának megfelelő feltételekkel tudunk szerkeszteni. Az újonnan létrejött rajztáblák mérete azonos lesz a projekt eredeti rajztábla méretével, ha csak mi máshogy nem gondoljuk, mert ez a méret természetesen bármikor megváltoztatható a Properties panelen,
mint ahogy nagyon sok más lehetőségünk is van a rajztáblák különböző tulajdonságainak a módosítására. A rajztáblákon különböző rasteres és vektoros objektumokat tudok elhelyezni, ezek a továbbiakban vagy design szerepet fognak betölteni, vagy valamilyen későbbi prototype triggernek lesznek a kiinduló pontjai. Ennek megfelelően kell őket alakítani, az alakításuk szerencsére nagyon egyszerű, elképesztően hasonlít arra, ahogy a Adobe Illustratorban alakítjuk ezeket a formákat. A teljesség igénye nélkül lehetőség van az objektum nagyítására, kicsinyítésére, középpontos nagyítására, kicsinyítésére, elforgatására, illetve a sarkok lekerekítésére is, meg ezen kívül át is lehet az egyes objektumokat helyezni. Fontos információ az is, hogy minden egyes objektum saját tulajdonságokkal rendelkezik, az objektum kijelölése után a Properties panelen lehet befolyásolni ezeket a tulajdonságokat. A teljesség igénye nélkül lehetőség van az objektum méretének, színének, áttetszőségének megváltoztatására, illetve arra is, hogy dobjon-e árnyékot az objektum vagy nem, illetve még számtalan más dologra is. Vektoros objektumból egyébként alapvetően 5 féle található a szoftverben, fölülről lefelé nézve az ikonokat lehetőség van négyzet, ellipszis, sokszög, vonal és szabadkézi rajzforma típusú objektumok létrehozására. Ezeknek jelentős részben azonos a properties panelük, tehát nagyon sok mindenben átfedéseket tapasztalhattok ezek között az objektumok és a tulajdonságaik között. De azért természetesen létezik kivétel, például a sokszög eszköz, ahol a tulajdonságok is másmilyen formában jelennek meg, mint mondjuk az ellipszisnél vagy a négyzetnél. Egy dolgot még nem mondtam, mégpedig azt, hogy ezek az objektumok egyébként vektorosak, és mint ilyenek teljes mértékben kompatibilisek az Adobe Illustratorban létrehozott objektumokkal, ami azért szuper, mert egyszerű Ctrl-C, Ctrl-V módszerrel át lehet őket helyezni ebbe a szoftverben is. Az XD-n belül lehetőség van az objektumok elhelyezésére is egymáshoz képest. Ez pontosan ugyanúgy működik, mint az Illustratorban. A Properties panel felső részén találhatóak az elhelyező ikonok, és az elhelyezés pedig a kijelölés sorrendjében történik meg. Természetesen lehetőség van az egyes létrehozott objektumok a rajztáblához képest való pontos elhelyezésére is. Ezt egyrészt az XY tengelyen lévő koordinátarendszeren való elhelyezéssel tehetjük meg, másrészt viszont a többi Adobe szoftverhez hasonlóan itt is lehetőség van segédvonalak és különböző rajzszerkezeteknek a megjelenítésére, ezekhez viszonyítva már viszonylag könnyű a pozícionálás. A sokszög eszköz használatakor egy kicsit más a helyzet, mint amit eddig bemutattam, hogyha most húzok egy háromszöget, akkor azt látom, hogy nem csak arra van lehetőségem, hogy a háromszögnek a sarkait lekerekítsem, hanem arra is, hogy behúzást készítsek rajtuk. Ezzel tulajdonképpen csillagalazatot tudok létrehozni. Nagyjából így. És azon túl, hogy itt is meg tudom változtatni a sokszögemnek a színét és a keretének a vastagságát és a színét, azon kívül extra beállítási lehetőségeim is vannak, hogyha úgy tetszik, akkor például meg tudom változtatni a szögeknek a számát, azt, hogy mennyire legyenek behúzva azok a szögek, illetve a mélységükre is hatással tudok lenni. Ahogy azt említettem, az XD és az Illustrator között kifejezetten a baráti kapcsolat áll fönt. Azt, hogy ezt bemutassam, úgy tudom a legegyszerűbben demonstrálni, hogyha fogom magam, és egyszerűen ezt a csillagot, amit létrehoztam az imént XD-ben, egyszerűen Ctrl-C, Ctrl-V segítségével beillesztem egy Illustrator munkaterületre, és ezek után, miután a felesleges ablakokat bezártam, ezek után már látom is, hogy ezek a görbék, amik az XD-ben jöttek létre, ezek az Illustratorban szerkeszthetőek. Természetesen ez a lehetőség kétirányú, nem csak az XD-ből tudok az Illustratorba objektumokat áthelyezni, hanem az Illustratorból vissza Ctrl-C, Ctrl-V-vel az XD-be is. Most az egyszerűség kedvéért a körvonalra fogok csak rátenni egy színátmenetet, és utána átmásolom, copy-paste-elem az XD-be a objektumot, meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Talán nem ér senkit meglepetésként a dolog, hogy maga az objektum színátmenettel együtt tökéletesen meg is jelent az XD-n belül, viszont azt kell látnunk, hogy ez az objektum már nem az XD szerves részét képző saját objektum, hanem egy külső helyről beimportált objektum, teljesen máshogy fog viselkedni, a görbe szerkesztő jelek például eltűntek a csillagomról.
A fennmaradó két vektoros objektumeszköz működése nem rakétatudomány, akinek már volt dolga korábban vektoros rajzprogrammal, mind a kettőt fogja tudni használni, a vonaleszközzel vonalakat lehet létrehozni, természetesen ezt a vonalat lehet később alakítani, vagy éppen forgatni is, ahogy tetszik, míg a Photoshopból, Illustratorból ismerős pentullal zárt görbéket tudunk létrehozni, ezek technikailag úgy fognak működni, mint mondjuk egy ellipszis, annyi különbséggel, hogy itt a görbe alakját szabadon szabályozhatjuk, hogyha akarunk, akkor új nódokat adhatunk hozzá, vagy éppen vehetünk el. A hozzáadást azt egyszerű dupla kattintással tehetjük meg, a eltávolítást pedig úgy, hogy kijelöljük azt a nódot, amit el szeretnénk távolítani, és megnyomjuk a del billentyűt. Ezzel közvetlenül tudjuk a görbénknek az alakját szabályozni. És most csak egy pillanatra még lépjünk vissza a Properties panelhez, ami még rengeteg hasznos funkciót tartalmaz. Lehetőségünk van még a objektumunk blend módjára hatni, illetve például meg tudom tenni azt, hogy bármelyik objektum alá oda dobok egy árnyékot, és utána, hogyha az objektumot jobbra-balra mozgatom, az árnyék nem fog elmozdulni. Ezen kívül még számos jó funkció létezik, lehet például hatni a nódok görbületére, vagy arra, hogy a vonalvégek hogyan legyenek lekerekítve, viszont attól tartok, hogy mindennek a végignézése ebbe a 20 perces videóba biztosan nem fog beleférni. Töröljük is le mindazt, ami most a képernyőn látható. A következő lépés az lesz, hogy nem vektoros, hanem pixeles objektumot helyezek el a képernyőmön. Ezt kétféleképpen tettem meg, hogyha akarom, behúzhatom a képet, én most az import menüpontot fogom választani, és az erdő nevű képemet fogom behúzni az egyes számú artboardomra, rajztáblámra, és látható, hogy a behúzott kép bármekkora is legyen, egyfajta maszkként rögtön integrálódik az artboardba, és az is látható, hogy vektoros objektumot SVG fájt egészen pontosan szintén be tudok húzni, lekicsinyítve pedig el tudok helyezni ugyanazon az artboardon. Kérlek, tartsátok figyelemben, hogy külső vektoros objektumot helyeztem el, ráadásul egy nyílt forráskódú SVG objektumot helyeztem el a képernyőn, nem Ctrl-C, Ctrl-V-vel húztam át az Illustratorból. Ez azért fontos, mert hogyha most megpróbálom megváltoztatni a vektoros objektumomat, akkor azt látom, hogy a vektoros objektumom egyes szegmenseit külön-külön tudom szerkeszteni, tehát hogyha mondjuk kijelölöm most a D betűt, és megpróbálom megváltoztatni a színét, akkor meg tudom változtatni azt, simán meg fogja engedni a szoftver. Ettől függetlenül, hogyha most Ctrl-C, Ctrl-V-vel kimásolnám és áthelyezném ezt az egészet az Illustratorba, azt is megtehetném, vagy éppen azt, hogy az egésznek egyszerre változtassam meg a színét olyanra, amit szeretnék látni a képernyőn. Következő dolog, amit meg szeretnék mutatni, hogy nem csak az Illustratorral zökkenőmentes az XD együttműködése, hanem bizony a Photoshop-éval is. Hogyha most kattintok egyet a képen, kijelölöm, majd jobb kattintással előhívom a segédmenüt, és ott kiválasztom a Edit in Photoshop nevű opciót, akkor néhány másodpercen belül betölt a Photoshop, és megjelenik benne a szerkeszteni kívánt kép, az a háttérkép, amit elhelyeztem az XD projektembe, és hogyha most megnyitom a Layers menüt, és csak valami kis apróságot változtatok rajta, mondjuk megváltoztatom a háttérszint. Kékre is beállítok egy blend módot, nem ezt mondjuk valami látványosabbat, mondjuk ezt, és utána rámentek a fotóra, akkor annélkül, hogy be kellene zárnom a Photoshopot, meg fog jelenni a kép az XD-ben, és innentől kezdve már ezen a szerkesztett képen fogok tudni dolgozni. És innentől kezdve tényleg már csak a dizájnon van a hangsúly, el fogom helyezni azokat a objektumokat a képernyőn, amikkel a vezérlést tudom majd szabályozni, mindenek előtt csinálok egy menüt. Egészen pontosan egy hamburger menüt, amihez semmilyen más eszközt nem fogok igénybe venni, csak azt, amit az előbb már megnéztünk. Három darab vektoros négyzetet fogok húzni, amiknek lekerekítem a szélét, a pozícionálásban pedig a automatikusan megjelenő segédvonalak fognak segíteni. És miután végeztem, elszaporítom a rajztáblámat, legyen két-három helyen meg ugyanaz a háttér, mint amit az előbb bekonfiguráltam, ez bármikor jól jöhet még. A rajztáblákat simán tudom mozgatni úgy, hogy a címükre kattintok, és onnantól kezdve a munkaterületen bárhol elhelyezhetem őket. Most ebben az esetben behúzom az eredeti nyitóképem alá, és tervezek rá mondjuk egy ilyen leafletet.
Ehhez sem használok semmilyen különleges eszközt, egyszerűen csak megváltoztatom a négyzet háttérszínét és az áttetszőségét. És akkor most jön a XD egyik klasszikus feature-e. Az van, hogy ez egy vektoros négyzet, és nem nagyon találtam el a színét, kifejezetten bénán néz ki, úgyhogy fogom magam egyszerűen, és mintha csak Photoshopban dolgoznék, kiválasztok egy eltérő blend módot, és ezzel aztán az áttetszőség alapján meg is fog változni a kiválasztott négyzetemnek a színe, egészen jól fog illeszkedni. Például ez a szín tökéletes, egészen jól fog illeszkedni a interaktív katalógushoz, amit éppen tervezek. Ezzel a módszerrel azonban ahhoz, hogy minden egyes rajztáblát feltöltsünk adatokkal, nagyon sokat kellene dolgozni, és sok olyan adatfeltöltés típus munkafázis lenne, amin valamilyen automatizációval viszonylag jól lehet gyorsítani. Természetesen ilyen automatizáció létezik, és van is az XD-ben, erre mutatok most egy jó példát. Mindenek előtt létrehozok egy blokkot, ezt a blokkot feltöltöm, lesz benne fénykép és szöveg. Nagyon fontos információ az, hogy abban az esetben, hogyha valamilyen vektoros keretbe fényképet húzok, ebben az esetben ebbe a körbe fogok fényképet húzni, akkor az XD-ben pontosan ugyanúgy működik, mint hogyha egy InDesign keretről lenne szó, ki fogja tölteni a kép a keretet. Viszont a keret önmagában maszkként fog funkcionálni, tehát hogyha most ezt a gyönyörű női arcot behúzom ebbe a körbe, akkor a négyzet alakú képemet le fogja maszkolni, és pontosan középre fogja a arcot helyezni. És innentől kezdve már csak apróságok vannak hátra. Megváltoztatom a keret színét, és behúzok mellé valamilyen szöveget a szövegező eszköztárammal. Ezért aztán létrehozok egy szövegdobozt, ami nagyjából a keretem 3/4-ét fogja kitölteni, és beleillesztem a szöveget, amivel ki szeretném tölteni. Ez ebben az esetben csak egy lorem ipsum volt, és megváltoztatom a szöveg méretét, ugye mondjuk 14-es, ezzel egy kicsit összeugrik. És most megváltoztatom a szöveg színét is, de miközben változtatom a színt, azért azt elmondom, hogy ha a szöveg méretet nem változtattam volna meg, akkor sem lenne túl nagy baj, mert a szövegdobozom automatikusan maszkolja a szövegemet is, hogyha csak másként nem rendelkezem, tehát egy nagyobb méretű szöveg is elfér ebben a szövegdobozban, és nem fog túlcsordulni azon a kereten, amit korábban beállítottam neki. És most még egy kicsit játszom az árnyékokkal és a színekkel, és miután végeztem, akkor jön a varázslat. Az így létrehozott szekcióval szeretném feltölteni az egész oldalt, úgyhogy kiválasztom, összegruppolom, majd pedig kattintok a Repeat Grid nevű opcióra, és egyszerűen megmondom neki, hogy mekkora az a terület, ahol szeretném ezeket az ismétlődéseket látni, és ezek az ismétlődések automatikusan ki fogják tölteni az egész oldalt. Ez az a pont, ahol már látszik, hogy ez így szimplán a fehér háttérrel nem fog nagyon jól kinézni, úgyhogy egyszerűen Ctrl-C, Ctrl-V-vel átkopizom a már előre definiált hátteremet, és jobb klik, Arrange, Send to Backward-dal hátra küldöm a szép hátteret. Gyönyörű lett az oldal, készen is vagyunk. Egy dolog hiányzik még, egy navigációs gomb, ezt gyorsan létrehozom, ez egy visszagomb lesz. Létrehozok egy négyzetet, amit lekerekítek, megváltoztatom a háttérszínét, és miután megváltoztattam a háttérszínt, definiálok rá is egy szövegdobozt, és ráírom azt, hogy vissza. Ez lesz a visszagombunk. És miután ez készen van, azután meg is kezdhetem a prototípusnak a létrehozását. Ehhez azonban át kell váltanom a prototype fülre. És egyébként ez az a rész, ami nagyon ijesztően hangzik, legalább annyira, mint maga a prototyping szó, pedig tulajdonképpen egészen egyszerű dolog. Itt csak arról van szó, hogy az előre létrehozott, előre definiált elemeket hozzákötjük azokhoz a képernyőkhöz, amihez szeretnénk, hogy kapcsolódjanak. Tulajdonképpen létrehozunk egy menüt, és megmondjuk, hogy miután arra a menüre kattintottunk, mi kell, hogy történjen. Egy szóval ez még nem a valós szoftverünk, csak a valós szoftverünk prototípusa, ami megmutatja azt, hogy amikor majd egyszer készen lesz a két nagy szoftver, amit majd fejlesztünk, akkor az hogy fog működni, milyen kattintásokra, milyen események fognak megjelenni a képernyőkön. Ezeket az eseményeket lehet vezérelni ezzel a képen látható kígyóval, ezzel a segédvonallal. Most például azt látjátok, hogy a bal felső menümet hozzákötöm a következő képernyőnek a tartalmához. Jobb oldalon, ott, ahol design nézetben
a tulajdonságok panel helyezkedett el, ebben a prototípus nézetben az úgynevezett interakció panel található, nagyjából ez vezérel mindent itt, és ez az, ahol meg lehet határozni azt, hogy a kiválasztott objektum milyen triggerre reagáljon, ezek a triggerek lehetnek érintés, húzás, beszéd vagy gomblenyomás, és abban az esetben, hogyha megtörténik ez a trigger, akkor hogyan viselkedjen, milyen animációval lépjen át a következő képernyőre. És tulajdonképpen ennyi az egész, tehát miután design nézetben elkészültünk a prototípus teljes kinézetével, már nincsen semmi más dolog hátra, csupán annyi, hogy megmondjuk az egyes artboardoknak, illetve más típusú vezérlő elemeknek, hogy azok hogyan, milyen módszertan alapján kapcsolódjanak egymáshoz. És amikor elkészültünk, akkor le is ellenőrizhetjük a munkánkat. A tesztelés mindig arról a rajztábláról indul, ami aktívan ki van jelölve a képernyőn, ezért, hogyha valamit elrontottunk, nem kötöttünk be, vagy rosszul kötöttünk be, akkor elég csak kiválasztani a rajztáblát, hogy onnan folytassuk, ahol abba hagytuk, és nem kell feltétlenül az egész prototípust végig kattintgatni ahhoz, hogy elérjünk a korábbi hiba helyéig. Hát ennyit szerettem volna megmutatni az Adobe XD-ről a mai napon nagy vonalakban, de mint említettem, ez csupán egy bemelegítő volt, hamarosan majd egy mély merülés követi ezt is, ahogy azt már megszoktátok, ott sokkal tovább megyünk majd, sokkal mélyebben belemegyünk az apróságokba, megnézzük a plugin menedzsert, illetve a webes részt is. Nagyjából 2-3 hét és jövünk a második résszel. Köszönöm szépen a figyelmet!